Sállom gyerekek. Ahogy megígértem nektek, most noéról fogok mesélni. Az emberek minél jobban szaporodtak, annál messzebb kerültek a teremtőtől. A sátán és a démonok meg akarták akadályozni a hua tervét az emberiséggel kapcsolatban. Azáltal, hogy összeházasodtak a földön élő emberekkel, gyermekeik születtek, amelyek alávalók és erőszakosak voltak. Ezért Jahua úgy határozott, hogy elpusztít mindent a föld felszínéről. Abban az időben Jahúa látta, hogy csak egy ember van, aki az ő törvényei szerint akar élni. Ő volt Noé. Emlékezhettek, hogy az ő neve azt jelentette: maradék. Amikor Noé 500 éves lett, nemzette három fiát: Sémet, a legfiatalabbat, a középsőt Kámot, és jáfetet a legidősebbet. Jahua figyelmeztette noé hogy elpusztítja az erkölcstelen, gonosz, engedetlen embereket, és az özönvíz által eltávolítja az erőszakot a földről. Azután utasítást adott Noénak, hogy építsen fel egy bárkát, hogy megvédje önmagát és a családját, és figyelmeztesse a világot a közeledő pusztulásra. Mindezt azért, hogy az özönvíz után egy új társadalmat hozzon létre. Jahuá különleges utasításokat adott Noénak a bárka építésével kapcsolatban. Noé nem panaszkodott, és nem mondta Jahuának, hogy nem tudja megtenni. Engedelmes volt, és követte a kapott utasításokat. Nagy volt a hite, és bízott Jahuában még akkor is, ha nem is látta a végét az egész tervnek olyan erős hite volt, hogy bárkát épített a szárazföldnek azon a vidékén, ahol nem volt elegendő víz a bárka vízre bocsátására. Mikor az emberek meghallották, mit csinál, messzi tájakról odajöttek, hogy megbámulják és jót nevethessenek a történteken. Tréfát űztek Noéból, és valószínűleg azt gondolták, hogy megőrült, de a családja hit neki, és a fiai besegítettek a bárka építésében. Ahogy teltek az évek, a bárka egyre nagyobb lett. A bámészkodók továbbra is kigúnyolták Noé és három fia türelmességét. De ők gondosan folytatták a munkát, majdnem száz éven át, miközben folyamatosan próbálták az emberek figyelmét felhívni az elkövetkezendő árvízre, és arra, hogy aki bűnbánatot tart és engedelmeskedik Jahuának, megmenekülhet. Nem volt könnyű Noénak hallgatni az emberek gúnyolódásait évtizedeken keresztül. Mire elkészült a bárka, magasabb volt, mint egy négy emeletes épület, és tízszer olyan hosszú, mint amilyen magasságú. Vízhatlan szurokkal kente be Noé úgy, ahogy a teremtő utasította. Úgy volt megtervezve, mint egy óriási úszó állatkert. A belsejében annak a sokfajta állatnak voltak az istálói és ketrecei, amelyel a bárka meg volt rakva. Volt itt kifutópálya, szellőztető tárna, vájuk az etetéshez, és minden, amire szükség lehet ennek a különös élő rakománynak. Képzelhetitek, hogy meglepődtek a gúnyolódók egy nap, amikor az állatok minden fajtája, a madarak is, ott gyülekeztek a bárka körül. Jahua arra indította a teremtményeit, hogy menedéket keressenek, s így tértek be a bárkába szabályos rendben, még ha sok közülük természetüknél fogva vadállat is volt. A tiszta állatok és madarak közül, amelyek ehetők az emberek számára, hét pár ment be a bárkába. A tisztátalan teremtmények közül csak egy hím és egy nőstény ment be. Jehua utasította Noét, hogy több tiszta állatot vigyen magával. Ez mint előkészület volt az özönvíz utáni napokra. A tiszta állatokat felhasználhatják táplálékul és áldozatként. Ezért volt szükség a több tiszta állatra. Rövidesen az állatok elfoglalták helyüket az istálókban és ketrecekben, amelyek otthonukul szolgáltak hónapokon keresztül. Ezután Jahuá így szólt Noéhoz, jöjj be a bárkába, családoddal együtt. Noé és felesége, valamint Noé három fia feleségeikkel együtt bementek a bárkába. Amikor már mindannyian belül voltak, Jahuá bezárta Noé mögött a bárka ajtaját. A növekedő, bámészkodó tömeg még mindig únyolodott. Egyik nap telt el a másik után. Még mindig semmi nem volt az özönvíznek. Majdnem egy hét telt el, amikor a dolgok nagyon megváltoztak. Valószínűleg néhányan a gúnyolódó bámészkodók közül megjegyezhették, hogy a szél kicsit erősebben fújt, mint általában. Az erős szélőkések szélviharba mentek át, és az emberek menedék helyet kerestek. Az erős szél nem volt szokatlan, de amikor a sebesen haladó szokatlan fekete felhők megjelentek a horizont felett, az emberek nyugtalankodni kezdtek. A sötétség növekedett. A dörgések olyan erősek lehettek, hogy a föld megremegett. Tehát csak két nappal azután, hogy Jahuá megmondta Noénak, hogy menjen be a bárkába, a föld kérge megrepett, és óriási vízsugár tört ki a földből. Ugyanabban az időben hatalmas hullámok jöttek fel a tengerből. A villanásokat követte a fülsiketítő mennydörgés zúgása, és a széthasadt fekete égből vízzuhatak hullott alá. Eddigre az embereket őrült félelem fogta el. Bármit csináltak, bárhova mentek, a víz követte őket. Senki nem menekülhet meg óvójha hely nélkül, de nem találtak tartós menedék helyet. A folyók elárasztották a völgyeket, ahol a legtöbb ember lakott. Az állandósult felhőszakadás miatt a magasabb helyekre jutás majdnem lehetetlen volt. A hegyekről lezúduló víztömeg elsodorta a bokrokat, a fákat, a sziklákat, az embereket a növekvő víz alá. Ez alatt a bárka körül is örvény lett a víz. Az áradat egyre csak növekedett, növekedett és a negyvenedik napon fölemelte a bárkát, amely ettől kezdve lebegett a víz színén, magasan az elborított föld felett. Sokan azok közül, akik kigúnyolták Noét, ráébredtek arra, hogy az egyedüli hely, ahol biztonságban lehetnének, az a bárka belseje. Azok, akik nem tudtak máshova menekülni, nekiestek a bárkának, és kiabáltak, hogy engedjék be őket, de ahogyan a hangos eső csapkodta a bárkát, bent senki nem hallotta a kétségbe esett sikoltozást. Végül a bárka oldalaiba kapaszkodó kezek elgyengültek, és eltűntek a hirtelen emelkedő és örvénylő vízben. Nap-nap után a víz ömlött az égből és a feltört földből. A legmagasabb hegycsúcsokig duzzadt, és néhány héten belül a víz olyan mély volt, hogy a hegycsúcsok már jóval a vízszint alatt voltak. Noé családján és a bárkában lévő állatokon kívül addigra minden elpusztult úgy, ahogy Jehová megmondta. A sötét felhő rétegből negyven napon és negyven éjjelen át ömlött a víz. Azután az eső elállt, Jahua bezárt a mélység forrásait, az ég csatornáit, és megszűnt az eső az égből. 150 napon át állt a víz, majd Jahua erős szelet bocsátott a földre, és a víz apadni kezdett. A hetedik hónap 17. napján a bárka megfeneklett az Ararát hegységben, öt hónappal azután, hogy az özönvíz elkezdődött. Azután az ár tovább apadt, és a tizedik hónap első napján Noé meglátta a hegyek csúcsait. Több mint két hónapig várt, míg a víz lecsökkent. A negyvenedik nap végén kinyitotta a bárka ablakát, és kibocsátott egy hollót. Az ide-oda szállt, míg a víz teljesen föl nem száratta a földről. Később kiengedett egy galambot is, hogy lássa, vajon egészen leapadt -e a víz. De egy idő múlva a galamb visszatért, mert sehol nem tudott leszállni. Noé kinyújtotta érte a kezét, és visszavette a bárkába. Azután hét napot várt, majd ismét kiengedte a galambot. Aznap este a galamb megint visszatért, de ezúttal már egy friss olajfa levelet hozott a csőrében. Ebből tudta meg Noé, hogy a víz leapadt a földről, és a növények újra növekedésnek indultak és a völgyek alkalmassá váltak a megélhetésre. Noé várt újabb hét napot, és újra kiengedte a galambot, de az már nem tért vissza hozzá. Az első hónap első napján Noé eltávolította a bárka fedelét, és látta, hogy már megszikkadt a föld felszíne. Ez volt Jahó naptára szerinti első hónap első napja. A második hónap 27. napjára megszáradt a föld felszíne, és így szólt Jahua Noéhoz. Menj ki a bárkából feleségeddel, fiaiddal és azok feleségeivel együtt. Engedd ki a veled lévő állatokat is, a madarakat, a házi állatokat és a vadállatokat. Hadd szaporodjanak, sokasodjanak és terjedjenek el ismét a földön. Miután több hónapon át a bárkában voltak, a szárazföld látványa örvendetes volt Noé és családja számára. De furcsa volt, amikor lenéztek az ajtalan világra, ahhoz senki nem volt már, aki gúnyolódhatott volna. Valóban furcsa érzés lehetett egyedüli embereknek lenni a földön. Noé nagyon hálás volt Yahuá kegyelméért gondoskodásáért, és azért a tervért, amely által túlélték az özönvizet, és új életet kezdhettek. De Noé nem engedett el minden állatot szabadon. Mivel hálás volt a teremtőjének, hogy megkímélte őt és családját, ezért oltárt épített a hegyen, és feláldozott néhány állatot égő áldozatként jahuának, aki megérezte az áldozat jó illatát, és kedvét lelte benne. Meg volt elégedve Noéval. Megáldotta őt és fiait, Sémet, Kámot és Jáfetet. Azt a feladatot kapták, hogy építsék újjá otthonaikat, és szaporodjanak, hogy újra benépesítsék a földet, amelyről az engedetlenek kilettek pusztítva. Majd azt mondta Noénak és fiainak: Nem hoz többé özönvizet a föld elpusztítására. És az ígéretnek a jele, hogy a vízözön többé nem fog megtörténni, látható lesz egy olykor az égen. Ezek után a teremtő egy sok színből álló szivárvány ívet hozott létre. Mindig, amikor az emberek látják a szivárványt, Jahua ígéretének a jelét láthatják. A szivárvány emlékeztető lett Jahuának az emberrel kötött szövetségére. Így lett elpusztítva a föld Noé idejében. De Jahua kegyelme működött, és Noé és az ő fiai által ismét benépesíthetett a föld. Jahua hosszú, gazdag élettel ajándékozta meg Noét, még 300 évig élt, 350 évig élt az özönvíz után, így a teljes életideje 950 évre terjedt, amikor meghalt. Mint Noé idejében, a figyelmeztetések jönnek ma is de a legtöbbje süket fülekre talál. Jehua semmit nem cselekszik meg a anélkül, hogy ne figyelmeztetni az embereket a profitaink keresztül. Ti gyerekek, legyetek olyanok, mint Noé, és hallgassatok Jehua figyelmeztető szavaira, és engedelmeskedjetek neki. Remélem hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, shalom és Halleluja!